Kedves nézőink, ugye már többször jeleztük, hogy a Sziaszta, illetve a Sziaszta Plusz ezen a héten a kihelyezett átmeneti stúdiónkból a Victoria Garden Hotel és étteremből jelentkezik. Na de hogy ennek most kézzelfogható bizonyítékát is adjuk, meg is terítettek nekünk a záró beszélgetésre, és köszöntjük szeretettel az ajánlót, Jármi Krisztiánt, a ház nagyjából másfél évtizede a szakmában dolgozó séfjét. Sziasztok! Kedves Krisztián, sok mindenről kérdezünk majd, de hát adódik az első. Mik ezek a finomságok? Egy előétel és egy főételt készítettünk. Az előételünk az egy cézár salát a füstölt szarvas kárpáccsóval. Áj, igen. Magyarázni kell. A cézár salátaig el vagyok, azt az gondolom, adott, ez van. Itt középen. Így van. De volt az az olasz szó. Így van, Olaszországból származik a kárpáccsó. Az mi? Ez egy nagyon vékonyan szeletelt hús jelent, nyers hús, amit érlelünk, csak kiváló minőségű húsokat használunk ilyenkor, illetve olajokat vagy balzsamot. A többi az adott nyilván, ugye az... És a carpaccio az az elkészítési forma? A carpaccio az a nagyon hajszálvékonyra szeletelt húst jelent. Ez egy ilyen hús. Az eredeti recept az általában bélcímből szokott, de most már csinálják akár csirkéből, halból, vagy mi most jelenleg egy füstölt szarvas combot használunk. És ez bár önmagában is jól lehet lakni vele, még csak az előétel. Így van. Mi a második fogás, vagy a fő? Az pedig egy borjúkrémmel töltött sertésszűz, fekete erdei sonkába, grillezett paradicsommal és rösti burgonyával. Hát igazából az elkészítés, tudom elmondani erről. Igen, mert számomra az már egy művészi munka, hogy azt ott körbe tekergetni, meg az ott kilegózni, vagy tetriszezni. Így van, ez egy borjúkrém benne, ami nem májkrémet jelent, ami sok embernek megtéveszt, hanem ez egy borjúpörkölt, ami igazából le van darálva, és úgy kerül bele ebbe a sertéshúsba, majd vákumba is modern technológiával készítjük, szuvidoljuk, majd kérgesítjük az egész ételünket. Te húsevő vagy? Én nagyon szeretem a húst, és főleg ez egyébként az egyik kedvenc köretem, amit a főételnél láthatunk. Ezt otthon nem igazán fogom tudni elkészíteni, ugye? Attól függ még részét, a paradicsomot nyilván igen, de a röstit is valószínű. Egyébként ez egy nagyon egyszerű, olyan, mint egy hagymás tört burgonya, amit mi roslapon pirítunk fel általában. Tehát igazából az egy rösti. Ennek van valami fantázia neve, vagy az alkotók, ahogy kimondjuk, az ami? Nem, mi nem akartunk ilyet, hogy fantázia neveket adjunk, hanem inkább az ételt, ami benne van, azt. Persze, hát célszerű, hogyha megértik a vendégek, így hogy van, igazából mit így fognak is enni. Tőle, tehát. És hogyha jól tudjuk, akkor megváltozott az étlap, a menü. Így van. Mennyiben így van. Változott az előzőhöz képest? Szerintem elég sokat változott. Az egy picit, mondhatunk, hogy csárdásabb vagy magyarosabb volt. Miért picit most modern dolgokat is vittünk bele, attól függetlenül mi magyarosak maradtunk még egyenlőre. Próbálunk egy picit modernabb konyhát csinálni. Mondjuk úgy, hogy a töldes csárdától most köszönt el idézőben végleg. Így van. Lelkileg is ez megtörtént az elszakadás a Victoria Gardennél. Mit jelent ez, hogy egy kicsit modernebb? Hogy ne ijedjenek meg a kedves nézők, ahogy az előbb is mondtam? Általában, amit én is tapasztalok, hogy félnek megkérdezni a vendégek attól, vagy arról, amit ugye nem tudják, például gondolok itt a Galantina vagy a Carpaccióra, hogy mik ezek, vagy hogy miért borjúkrém, mi az, hogy borjúkrémben van tőle, egy picit megijednek, nem kell ilyenkor, azért van itt a kollega, hogy segítsen, és nagyon szívesen, vagy akár én, vagy a kollégáim is kijönnek a konyhára, és elmagyarázzák. Többször szokott ilyen is lenni egyébként, tehát szívesen segítünk. Mondj még egy-két ilyen különlegességet, ami már nem is különlegesség, hanem alap az étlapon. Hát talán a bárány, amitől félnek még, van nálunk bárányzsülök Hasselback burgonyával, illetve grillzölddel. Ez igazából sokan félnek a báránytól, mert mindig rossz tapasztalat van, azt tapasztalom itt a vendégek, amikor beszélgetünk, aztán mondom, hogy próbálják ki minket. Korábbi rossz tapasztalat. Igen. Tőlünk úgy távoznak, hogy rendben voltál. Igyekszünk a legjobbat adni nekik. Mit mondasz nekik, hogy? Hát, hogy mi nem úgy készítjük nyilván, mint ők, mert általában egy olyan vagy ízetlen, vagy nagyon erős ízű húst kapnak. Én ilyenkor elmagyarázom nekik, hogy mi először szuvidoljuk a húst, aztán sütjük fel majd nekik tálalásnál. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ugye több mint 10 óráig szuvidoljuk vákumban, meg előtt is 2 napig legalább érleljük a húst. Tehát egy ízes húst kap, egy puha húst. Tehát valaki, ha ide betér, akkor jobb, ha tudja, hogy már 2,5 napja azon dolgoznak, hogy neki vacsorája legyen. Így van. Engem már egyébként a tálalás is megnyert, nagyon művészi, de hogy így, mint
séfet megkérdezek, neked mi a kedvenced, mit tudnál ajánlani? Hát igazából nekem nincs kimondottan kedvencem, igazából a hamburgert szeretem nagyon, de az nálunk nincs. Nem vagyok annyira húsos, főleg nem most ebben a nagy melegben, inkább gyümölcsöt vagy ilyesmit szeretek ilyenkor fogyasztani. De elkészíteni viszont nagyon szeretem. Azt szeretem, így van, szeretek főzni. Úgyhogy hát köszönjük szépen. Én köszönöm. Kedves Krisztián, és hát jó étvágyat kívánunk a stábnak, hogyha ez most már nekünk készült, és ígérem, hogy visszatérünk a következő kóstolás alkalmával. Köszönöm. Köszönöm.